Újabb trükkökkel téveszték meg az időseket. Ablak a fogyatékkal élők világába. Karjukat nyújtották a véradáson az önzetlen segítők. Ózdi Krónika. A stúdióban Bukovinszky Zsolt. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Újabb csalási forma ütötte fel a fejét. A közösségi oldalon osztották meg többen is a kiírást, miszerint az elkövetők telefonon hívnak fel idős embereket a gondosóra üzemeltetése kapcsán. Időpontot egyeztetnek, hogy személyesen jelennének meg otthonukban az eszköz ellenőrzésének ürügyén. Aki ezzel az indokkal jut be idősek lakásába, az ártó szándékkal teszi mindezt, hiszen a gondosóra programot a kormány indította el, és senkit nem keresnek fel az óra beállításai miatt. Akinek bármilyen problémája akad, a már korábban megkapott eszközökkel, az minden szükséges információt megtalál a hivatalos weboldalon. A csalók leginkább az idősebb korosztály hiszékenységét használják ki, erre hívja fel a figyelmet Sós Attila, az Ózdi Rendőrkapitányság kapitányság vezetője is. Az elkövetők különböző technikákat, különböző módszereket alkalmaznak, hogy a bizalmukba férkőzzenek, és nyilván ezáltal megkárosítsák őket, úgyhogy mindenképpen nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az időseket megfelelően tájékoztassuk, hogy milyen bűnelkövetőkkel állnak szembe, illetve milyen módszereket alkalmaznak ezek a bűnelkövetők, fel tudjanak rá készülni, hogy ne váljanak áldozattá. Ózd kiváló edzőinek tervez emléktáblát készítetni Kellóné Mezőtúri Márta, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke, Kormos József javaslatára. A képviselő asszony Ózdváros polgáraihoz fordult Facebook oldalán segítségért annak érdekében, hogy minél több korábban eredményesen tevékenykedő edző nevét összegyűjtse. Eddig már közel 80 név került szóba a lakosság segítségének köszönhetően. A képviselő elmondta, hogy nem lesz könnyű feladat kiválasztani azokat a neveket, akik a tablóra kerülnek majd, éppen ezért egy külön csoport fogja értékelni az edzők eredményeit. Az emléktábla az Ózdi Városi Stadion épületének falára kerül majd. Én még mindig várok neveket. Nagyon érdekes dolog, mert olyan nevek kerültek elő, mint teniszbe Tasonyi Ferenc, asztali teniszbe Mlinárik János, fociba, úszásba is Fidler Otto, Lassán Attila, és lehetne még éppen sorolni, hiszen régen nagyon nagy élet volt Ózdon, nagyon nagy sportélet volt. Ugyanúgy a birkózás, ökölvívás terén Kövesi Józsi bácsiékkal, hiszen nem hiszem, hogy sokan is emlékeznek még ezekre a nevekre, és úgy gondoltuk, hogy akkor legyenek ők is megörökítve, nem csak a bajnokságot elért sportolóink. 10 új hulladékgyűjtőt helyeztek ki Ózdon a napokban. A szemetesek olyan övezetekbe kerültek, ahol korábban nem volt közterületi tároló. A városvezetés részére az új helyszíneket egytől egyig a lakosság javasolta. Többek között az Újvárostér, Piac utca, Vasvárút és a Bojki főút gazdagodott új hulladéktárolóval. Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény munkatársai gyorsan reagáltak a megkeresésre, és pár héten belül kirakták az új edényeket. A kihelyezett új szemetesek hozzájárulnak a köztisztaság fenntartásához. Érzékenyítő foglalkozást rendeztek a Csillagfürtegymi pedagógusai a halmozottan sérültek Borsodabaui-Zemplén megyei szülőszövetségének közreműködésével. Az eseménynek a Vasvárúti Általános Iskola díszterme adott otthont. A programon 6. osztályos diákok vettek részt, akik egy rövid időre fogyatékkal élő embertársaik cipőjébe léphettek. A rendhagyó órán a fiatalok bátran feltehették kérdéseiket. A halmozottan sérültek Borsodabaui-Zemplén megyei szülőszövetsége és a Csillagfürtegymi ismét érzékenyítő foglalkozást szervezett. A programot a Vasvárúti Általános Iskola dísztermében tartották, sérült fiatalok segítségével. A fogyatékkal élők elfogadására tanít az informatív tanóra.
tavaly előtt részt vettünk az Idevalók filmnek a premier ervetítésén, és ott fogalmazódott meg bennünk a gondolat az, hogy a gyógypedagógusokat és azokat a fiatalokat, akik ezt tapasztalati szakértőként el is végezték, össze kellene hozni, és itt a halmozottan sérültek Borsodaba Új-Zemplén megyei szülőszövetségének a vezetőjével megbeszéltük, hogy a következő tanévtől elkezdjük ezeket a foglalkozásokat közösen. A rendhagyó tréningre kíváncsian érkeztek a 6. osztályos diákok. A foglalkozás egy gyors bemutatkozással indult. A sérült fiatalok mindegyike tapasztalati szakértőként volt jelen. A társaságot 4 csoportra bontották. Mindig megpróbálunk új feladatokat kitalálni közösen a sérült fiatalokkal, amiket itt megvalósítanak a tréningek során. Minden állomáson más-más feladatokat próbáltak ki a kisdiákok. Az asztaloknál a sérült fiatalok irányításával játékos formában megismerkedtek a látás, hallás, mozgás és értelmi fogyatékos emberek élethelyzetével. Eddig voltunk az értelmi fogyatékosoknál, eddig nekem nagyon tetszik ez az egész előadás. Elég érdekes, például voltunk az értelemzavarnál is, elég nehéz több dologra figyelni egyszerre. A program célja, hogy személyes találkozási lehetőséget és kapcsolódási pontot biztosítson a fogyatékkal élők és a meghívó csoport tagjai között. A foglalkozás biztonságos, őszinte légköre lehetővé teszi azt, hogy a résztvevők félelem és tabuk nélkül feltehessék kérdéseiket és nyíltan beszélgessenek egymással. A hónap utolsó szerdáján az eddig megszokott módon ismét véradásra várta a helyieket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt helyi szervezete. Az Árpád vezérút 22-es szám alatt folyamatosan érkeztek azok, akik önzetlenül segíteni szerettek volna embertársaikon. A mostani alkalommal mozijegyeket és kézműves kokárdákat sorsoltak ki a véradók között. A civil ház elé kifeszített transzparens jeleti, hogy ismét véradásra várják az ózdiakat az Árpád vezérút 22 szám alatt. Az orvostudomány mai állása szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterséges úton nem előállítható. A Magyar Vörös Kereszt helyi szervezete minden alkalommal azon dolgozik, hogy minél több embert ösztönözzön a véradásra. Ez most sem volt másképp. A mai alkalommal az Ózdi mozi felajánlott 3 darab belépőjegyet az egyik műsorukra, azt fogjuk kisorsolni, és ezentúl pedig kézműves terméket ajánlott fel az egyik helyi vállalkozó, kokárdákat fogunk kisorsolni a viradók között a nemzeti ünnep alkalmával. Folyamatosan érkeztek a segíteni szándékozók. Egy viradás során 450 ml vért vesznek le, ezt a mennyiséget a szervezet könnyen tudja pótolni. Fontos kiemelni, hogy ez nem egy laboratóriumi vérmintavétel, nem kell üres gyomorral menni, hanem a megszokott módon kell étkezni. A véradás előtt ajánlott sok folyadékot fogyasztani. Többen is voltak, akik rendszeresen nyújtják segítő karjukat. Varga Zoltánné már a 27. alkalommal adta vérét. A saját részemről azért, mert legalább önzetlenül tudok segíteni embertársaimon, és rajtam is segítenek, bízom benne, ha esetleg olyan helyzetbe kerülök, és ez tényleg nem kerül sem pénzemben, sem fáradtságomba, legalább ennyivel hozzá tudok járulni valakinek az életéhez, vagy a gyógyulásához. A hazai egészségügyi intézmények szükséglete évente körülbelül 400 000 véradásra biztosítható, így a folyamatos, biztonságos ellátás országosan napi 1600-1800 véradó részvételével lehetséges. Legközelebb, március 27-én segíthetnek önzetlenül a véradók. Galamb és kis állatbemutatót rendezett a civilházban a V116-os számú Ózdi Galamb és Kis Állat Tenyésztő Egyesület. A szervezet tagjai közül többen is kiállították az elismert, szebbnél szebb példányaikat. Voltak tollas jószágok, nyulak és különböző madarak. A házi állatok sokaságát felvonultató eseményre sok család ellátogatott. Kakas kukorékolástól volt hangos a civilház hétvégén. Ez fogadta az ideérkező kisgyerekes családokat, ugyanis galamb és kisállat bemutatót tartottak. A V116-os számú Ózdi Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület tagjai mutatták meg állataikat a látogatóknak. A legnagyobb felhozatal a galambokból volt, de sok tyúk és kakas, valamint nyulak is színesítették a palettát. Kisebb szárnyasokból sem volt hiány.
Az egyesület elnöke Tuza Lajos különleges, nem mindennapi galambokkal érkezett. Szegény Benyha Attila volt az, aki biztos ismerik az ózdiak, az ő nevét, meg az ő tevékenységét, iskolaigazgató volt, és ő neki volt ez az álma, hogy felkutassa az ózdi galambtenyésztésnek a múltját. És az ő kutatásaiból derült ki, hogy már 1948-ban, tehát 75 éve itt Ózdon foglalkoztak galambtenyésztéssel. És ezt a hagyományt szeretnénk mi továbbvinni, és azt el kell mondanom, hogy Borsod-Zemplén vármegyében ez az egyesület, az ózdi, ami még működik. Az egyesület tagjai arra törekszenek, hogy a hagyomány tovább folytatódjon. Az alkalomra Kazincbarcikáról, illetve Királdról is érkeztek kiállítók. Korábban az ilyen jellegű rendezvényeknek iskolák aulája adott otthont. Az új szabályok miatt most erre nem volt lehetőség. Városunk polgármesterének közbenjárásával a civilházban sikerült helyszínt biztosítani az egyesületnek. 10 éves koromban még a Vasvásuliban voltam először ezen a kiállításon. Minden évben igyekeztem kilátogatni a helyszínre Benyha Attila tanár úrnak a meghívására, aki sajnos már nincsen közöttünk, de a bemutató és kiállítás tovább él. Sajnos az iskolák most nem adnak helyet ennek a rendezvénynek, ezért Tuza Lajossal még a téli teaosztáson megegyeztünk, hogy a civil házban helyet biztosítunk számára. Itt viszont nem fér el annyi kiállító, úgyhogy bízunk benne, hogyha a jövőben még nagyobb helyet tudunk neki találni, és még nagyobb rendezvényt tudunk tartani. 2 teljes napig tekinthették meg a díjnyertes állatokat a látogatók, többen rácsodálkoztak a szebbnél szebb példányokra. A program a gyerekek körében volt a legnépszerűbb. Zákányi Janka a debreceni utánpótlás válogatott serdülőihez csatlakozva küzd meg az osztrákokkal. Az ózdi származású lány korábban a LOCDS-ek kötelékében nevelkedett és erősítette a kézilabda csapatot. Később a DVSC kézilabda akadémiába került, többször is játszott már válogatottként. Az akadémiának most 6 játékosa csatlakozott az utánpótlás válogatotthoz. Keller Petra, Szinai Sarolta és Zákányi Janka a serdülőkhöz állt be, akik 2 felkészülési mérkőzést játszanak majd a csapattal, március 1-én és 2-án is Ausztria ellen. Sikeresen kezdte az évet az ózdi súlyemelő és fitness klub. A debreceni Brózi csarnokban megrendezett Szabó Elemér emlékversenyről 4 arannyal és 1 negyedik helyezéssel tértek haza a fiatalok. A serdülők között Lengyel Bálint 81 kg-os súlycsoportban állhatott a dobogó legmagasabb fokára, míg a korcsoportjában most debütáló 89 kg-os Mustos Tamás a 4. helyen végzett. Kistörő Péter 55 kg, Ruszinkó Viktor 67 kg és Erdész György 109 kg-os súlycsoportban egyéni csúccsal zsebelte be az aranyat a juniorok között. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat, még egyszer röviden. Újabb csalási forma jelent meg, ezúttal a gondos óra miatt keresik fel az időseket. A rendőrség arra kéri az érintetteket, hogy idegeneket ne engedjenek be lakásaikba. Érzékenyítő foglalkozáson vettek részt a Vasvárúti Általános Iskola diákjai. A szemléletformáló programot sérült fiatalok segítségével rendezték. A civilházba várták véradásra segíteni szándékozókat. A résztvevők között ezúttal mozi jegyeket és kézműves kokárdákat sorsoltak ki. Sok család látogatott el a civilházban rendezett galamb és kisállat bemutatóra, az érdeklődők díjnyertes példányokat is megtekinthettek. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Csütörtökön kezdetben derült, napos időben lesz részünk, majd a déli óráktól átmenetileg megnövekszik a felhőzet. A legtöbb felhő északkeleten várható, elsősorban ott fordulhat elő szorványosan záporeső, zivatar. Az északnyugati szél megélénkül, több helyen megerősödik, a hőmérséklet 4 és 17 fok körül alakul.
Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a Multidő című archív felvételekből álló magazinműsorunk legújabb összeállítását ajánlom figyelmükbe. Elsőként Ózd régmúltja került előtérbe, életképeket és eseményeket láthatnak az 1970 és 74 közötti időszakból. 1996-ba is visszautazunk, amikor romba dőltek az ózdi kémények, ez a pillanat sokak életében maradandó volt, de most a fiatalabb generáció is láthatja, mi történt a monumentális tornyokkal. Ne feledjék, holnap ugyanebben az időpontban is lesz híradó. Most szép estét és jó pihenést kívánok. Viszontlátásra!